Gólterápia. Minden csütörtök este 6-tól 8-ig. Kérdések, amiket máshol nem tesznek fel. Válaszok, amiket máshol nem hallasz. Labdarúgás minden mennyiségben. A műsorvezető Bíró Dávid. Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, a gólterapeuta ezúttal is Bíró Dávid, és a ma esti vendégem Kovács Gergő, aki nem más, mint egy futballblogger, mégpedig a Magyar Foci Blog évek óta írja ezt a blogot, és nagyon odafigyelem akár a magyar válogatottra és a magyar focira. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is. Nos, hát ugye magyar foci nagyon aktuális a mai napon, ugye ma este lesz a Lettország elleni VB-selejtező mérkőzésünk. Te ugye kint is leszel a meccsen, úgyhogy azért most felvesszük az adást egyébként egy pár órával előtte. Mit érzel egyébként, ez egy kötelező győzelem? Mondhatunk még ilyet az andorrai fiosko után? Mindenképpen kötelezőnek számít. Egyrészt azért, mert a soron következő rivális, a lett válogatott egyértelműen gyengébb játékerőt képvisel, mint a mi nemzeti 11-ünk. Mondom ezt annak ellenére, hogy Andorrában kikapott a csapat, illetve kárpótolni kell a szurkolókat is, mert jelenleg a válogatott megítélése az negatív irányba tart. Az EB alatt felhalmozott pozitív véleményeket sikerült sajnos egy év alatt lerombolni, és hát mindenképpen vissza kell állítani. Említetted, hogy kárpótolni kell a szurkolókat. Gyakorlatilag a selejtező sorozata, ami megmaradt 4 mérkőzés, az maximum erre lesz elegendő? Úgy gondolom, igen. Sajnos az andorrai vereség után kijutásról nem érdemes beszélni, ha bár tudjuk, hogy a matematikai esély még megvan rá. Ellenben ez a 4 meccs tökéletes lesz arra, hogy a szurkolók bizalmát valamelyest visszaszerezze a válogatott, illetve egy kis tapasztalatot gyűjtsön, előre tekintve a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőjére, illetve a 2018-ban startoló Nemzetek Ligája selejtezőkre. Hogy látod egyébként, a sportmesternek ki kell használni ezt a 4 mérkőzést arra, hogy egy új csapatot építsen már az Európa-bajnoki selejtezőkre, vagy igazából most már itt eredménykényszer van, ugye az utóbbi 4 mérkőzésen ugye vereséget szenvedtünk, és még gólt sem szerzett a csapat? A soron következő 2 meccsen mindenképpen győzelemre játszanék, kísérletezés nélkül, úgyhogy lehetőleg a legerősebb keretet állítanám össze sportmester helyében. Ellenben a Feröer és a svájci meccs, hogyha ez a következő 2 meccs jól alakul, teszem azt mondjuk egy 3 vagy 4 pont, de akár már a 3-mal is megelégednék, akkor azokat ismét lehetne kísérletezésre használni. Most mindenképpen fontos a győzelem, mert hogyha ez a 2 meccs netalán nagyon rosszul sikerülne, akkor annak elég súlyos következményei lennének, és most úgy érzem, hogy Stork is ebbe az irányba tart, inkább egy olyan keretet állított most össze, amelyben ritmusabb játékosok kaptak szerepet, kevés fiatal újonc lesz ott, úgyhogy azt érzem, hogy most a kapitány is erre fókuszál inkább. Mindjárt rátérünk a keretekre is, de előtte beszéljünk Stork helyzetéről. Mennyire tartott biztosnak most az ő pozícióját? Csányi Sándor megerősített őt a pozíciójában, ennél több szerintem nem kell egy szövetségi kapitánynak, azonban azt tudnia kell, és nyilvánvalóan érzi ő is, hogy ha ez a hátralévő 4 meccs, ez nem úgy sikerül, ahogy eltervezi, és szerintem itt ebből a lehetséges 12 pontból minimum 6-ot, de inkább 7-et, esetleg 9-et kéne ahhoz szereznie, hogy biztosan belevágjunk neki a következő selejtező sorozatnak. Mit gondolsz egyébként, hogyha mondjuk a pontszámok nem lesznek meg, de a játék képe alapján mondjuk reális esély lenne a mind a 4 mérkőzésen, akár a győzelemre vagy a pontszerzésre, akkor ez elegendő lesz az MLS vezetésétől? Igen, azt gondolom, hogy Stork pozíciója azért is biztos, mert egyrészt az EB szereplés az nem veszik el, valószínűleg az is tartotta az andorrai vereség után a pozíciójában. Sok minden összpontosul a kezében, most egy generációváltás alatt vagyunk, és ezt ő kezdte el, ő is tudja végigvinni. Ha most kineveznének egy másik kapitányt, akkor szintén más koncepcióba gondolkodna, lehet, hogy egy új stílus vezetne be a válogatottnál, pedig egyfajta stílus kialakulóban van, azért ezt látni kell. És úgy gondolom, hogy ezt az MLS vezetése is látja, és ezért is Ben Stokhoz megfek, amíg lehet tartani a pozíciójában. Kockázatos lenne egy napra a másikra eltávolítani,
és ez egy kicsit ez az MLS kritikája is, szerintem nem szabadna, hogy ennyi minden összpontosulóan egy személy kezében a magyar labdarúgáson belül. Ez mit jelentett? Melyik pozícióját kéne átadni egy másik szakembernek, a storkmesternek? Tehát igazából azt mondod, hogy azt mindenki erre panaszkodik, hogy túl sok pozíció van a kezében, túl sok minden fölött döntő egyedül, és nyilvánvalóan ezzel együtt jár az is, hogy nagyon sok mindent el kell végeznie egy személynek, és neki is ugye 168 órából van meg egy hét. Igen, ugye ő jelenleg a szövetségkapitány, az edzőképzés egyik fejese, ha bár egyébként hozott maga helyett egy másik szakember, de gyakorlatilag mindenben van beletolása azon belül is, illetve jó sportigazgató is. Úgy gondolom, hogy egy pár főből álló bizottságot kéne inkább felállítani, elsődlegesen a sportigazgató, illetve az edzőképzés vezető szerepkörébe, amiben lehetnének akár külföldi szakemberek is, magyar szakemberek is, de hogy ne az legyen, hogy egy ember kezében összpontosul az összes hatalmi pozíció az MLS-en belül, hogyha fogalmazhatok így, és szövetségkapitányi pozícióba pedig előbb pedig beszéltünk erről, hogy abban viszont ameddig hozza ezeket az eredményeket, és jelenleg amilyen folyamatban vagyunk, így mindenképpen jó döntés egyelőre az MLS részéről, hogy megtartott őt a pozíciójában. Ugye arról beszéltünk, hogy a válogatott igazából a respektjét elveszítette az EB óta. Ez minek köszönhető szerinted? Nyilván a vereségeknek, de ez inkább Stork hibája, vagy egyszerűen csak a körülmények és a játékosok nem tudták hozni magukból a maximumot? Inkább utóbbira gondolok, ugye az EB egy 4-0-ás Belgrád elleni vereséggel ért véget. Akkor gyakorlatilag a vereséget szenvedő, nem kis vereséget szenvedő csapatot győztesként éltettük. Februári 0-0-át betudtuk egy egyszeri kisiklásnak, a műfűnek, meg a körülményeknek. Aztán szintén Svájc ellen hazai pályán vereséget szenvedett a csapat, ami egyáltalán nem volt benne a meccs képében. Majd következett egy svédekkelni barátságos mérkőzés, ahol azért már kongatták a védtanunkat az emberek, nagyon negatív folyamatokat kezdtünk vizionálni, és sajnos nem alaptalanul. Portugáliában szintén egy sima vereségbe csúszott, majd az oroszok elleni barátságoson is, és hát az andorai vereségbe csúcsosodott ki. Nyilvánvalóan Stork is benne van azért, hiszen az ő felelősség a keret összeállítása, és a megfelelő játékosok kezdőcsapatba állítása, de voltak olyan játékosok, akik tudásuk nem, hogy a 100%-át, de még 50%-át sem jutották, véleményem szerint. Beszéltél a Storkféle játékstílus, vagy a Storkféle magyar válogatottról. Mit akar szerinted játszani ez a csapat? Tehát, hogy mik azok a felismerhető stílusjegyek, amik visszaköszönnek szinte minden mérkőzésen? Jelenleg a válogatott egy labdatartásra épülő támadójáték koncepciót valósít meg pozíciós játékkal, és ehhez Stork mindenképpen ragaszkodni is fog a Torszegán, úgy érzem. Erősebb válogatottak ellen szokott egy kismértékű stílusmódosítást végrehajtani, mint például a portugálok ellen, amikor ugye feladtuk a labdabirtoklást. Ehhez egyébként megvannak az emberei, szóval abszolút a kerethez van ez szabva, meglátjuk, mi sül majd ki belőle. Hát reméljük, hogy minél több győzelem sül ki egyébként. De mi változott? Tehát, hogy nagyjából ez a játékstílus már az EB-re is ki volt hegyezve, azóta történt előrelépés, vagy sokkal inkább visszalépés történt, vagy igazából nem történt nagy változás, csak az eredményekben történtek? Annyi változás történt, hogy a keret kicserélődött, nem kis mértékben, és ennyit nem bírál a magyar válogatott. Valószínűleg ez a legnagyobb oka, hiszen Andorrában rengeteg újoncot elállhattunk a keretben, és az összes többi meccsen is Stork kísérletezett, az EB-n pedig egyértelműen a lehető legjobb 23 játékos szerepelt ott. Szerintem ez az egyik legfőbb oka ennek. Egyébként az EB-n is hasonló játék stílus láthatunk a válogatottól. Úgyhogy azzal nincsen gond szerintem. Stork szakmailag nem lett rosszabb edző egy év alatt. Mit gondolsz, hogy Andorra ellen egyébként megfelelő volt a játékos válogatási szisztémája Storknak? Egyáltalán nem gondolom így. Az egy valamennyire elfogadható döntés volt a részéről, hogy lemondott azon játékosokról, akik a nemzetközi kupákba induló klubcsapatoknak a játékosai, egyfajta gesztusként, amit ezen csapatok egy évvel ezelőtt az EB felkészülés alatt tettek. Azonban
rajtuk kívül is rengeteg ember kihagyott, kísértezett, és nagy közhely, de ma már nincs kis csapat, meg nagy csapat, mindenkit komolyan kell venni, és sajnos úgy érzem, ezt nem nagyon tette meg Ben Storks, illetve nagyon beszédes volt Zsuzsák Balázs meccs utánnyi, eléggé botrányosra sikerült interjúja, amikor kétszer is elharapta a mondat végét, majdnem valami nagyobb ilyen coming out, egy nagyobb szólyféle beszéd sült ki belőle, és valami még ott közre lett ott a háttérben, amit Zsuzsák majdnem kimondott, de ott érzésem szerint ott még volt valami a háttérben, ami hátrát adta a mai munkát és az eredményességet. Igen, sokan latolgatták, hogy mi lehetett az, amit igazából Zsuzsák el akart volna mondani szíve szerint, de mégsem tett meg. Egyrészt miért nem tehette ezt meg? Félt attól, hogy valami olyan helyzetbe kerül, mint amilyenbe Szalai került, úgymond az igazságbeszéde után? Vagy nem akarta kiteregetni az öltözőbeni dolgokat? És egyáltalán mi lehetett ez a dolog? Is úgy gondolom, nyilván nem segített volna semmit azon helyzetben, hogy Zsuzsák kitálal, illetve szerintem volt benne annyi sportemberi tartás, betyárbecsület, hogy ő nem köpi be a társait, nem járatja le az edzőjét, illetve másik játékos társait. De mi az, amit nem árulhatott el szerinted? Hát, hogy bizonyos játékosok lemondták a válogatott szereplést, ilyen olyan okra hivatkozva, ellette pedig már valahonnan Ibizáról jelentkeztek be az Instagramon. Itt arra akarsz utalni, amikor ezt a mondatot mondta, hogy úgy érzi, hogy egyedül maradt? Igen. Bizonyos játékosok szerintem nem vették ezt a találkozót komolyan. Sokan úgy gondolták, hogy Andorát így is úgy is megverjük, és nem is nagyon akarták, hogy itt szerepelni. Nyilván véget ért a szezon, mindenki játékosok közül ment volna nyaralni, és ezért nem mindenkinek volt annyira kellemes élmény, nem lett volna mindenkinek annyira kellemes élmény Andorában szerepelni. Főleg úgy, hogy előzetesen is már voltak rossz jelek, nyilván sok játékosnak feltűnt, hogy ez a keret, ez nem a legerősebb lesz, és sokan szerintem gondolták is, hogy itt egy nagyobb égés fog bekövetkezni, és inkább nem akartak benne részt venni. Illetve nagyon súlyos vád, de olyan is felröppent a meccs után, hogy a játékosok bundáztak. Ezt én sem tudom megállapítani, így volt-e vagy sem, annyi bizonyos, hogy egy ilyen méretű vereségnél igenis előjönnek ezek a pletykák, rosszindulatú magyarázatok, és nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez kamu. Hát minden esetre egyébként ezek erős szavak, de valóban nem elvethető, főleg azok után, amilyen bundabotrányok kerültek elő az utóbbi években. De írtál te a blogodon egyébként egy elemzést is, ahol az okokat fejtegeted, hogy szerinted miért kapott ki a válogatott, és ott azért taktikai elemeket is felmutatsz, hogy bizony-bizony történtek hibák. Így van, konkrétan a kapott gólra gondolok, az egy eléggé nagy hiba előzte meg, ugyanis, hogyha visszaemlékszünk a szituációra, akkor tudhatjuk, hogy egy nagy Dominik labdavesztés után iramodott meg az andorrai válogatott. A labda vonala mögött, a magyar kapuhoz közelebb, kevesebb játékos tartózkodott, mint a másik kapuhoz közelebb a magyarok közül, így jelen helyzetben szerintem egy taktikai falt, egy lerántás, vagy bármilyen kis szabálytalanság lett volna logikus lépés, megakadályozva az úgynevezett inga effektust, ami a labdarúgásban egy igen veszélyes jelenség, amikor az egyik csapat úgymond mélyen behatol a másik védelmébe, de az labdát szerez, és így tud kontrázni. Ez egy olyan jelenség, amit általában meg kell akadályozni taktikai falttal, ez sem Nagy Dominik, sem Nagy Ádám nem tette meg. Aztán pedig egy viszonylag jó visszarendeződést sikerült produkálnunk, átolódtunk a veszélyes oldalra, nem tudom, hogy tudatosan-e vagy sem, viszont a 16-oson belül már nem voltak meg az emberek, egy andorrai a másik oldalon teljesen szabadon érkezett. Szóval összességében a gólt azt valóban egy súlyos hiba előtte meg, de kár lenne csak erre fogni, és kár lenne mondjuk csak ezért Nagy Dominikot bűnboxnak beállítani. Na hát Nagy Dominikról és a többiekről is fogunk még beszélni egy kis zene után. Vissza is tértünk, ez itt továbbra is a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban. Ma esti vendégem Kovács Gergő, a Magyar Foci Blog szerkesztője. Nos, ott tartottunk, hogy Nagy Dominikot nem kellene egyébként bűnbaknak beállítani, most mégsem látjuk egyébként a válogatott keretben.
Nem, azon a meccsen, az ominózus Andorra égésen, Nagy Dominik szintén nem élt a meccset játszotta, ezt meg kell hagyni, és a gólnál hibázott is egy nagyot, mint ahogy azt már az előző blogban említettem, de szerintem kár lenne miatt elfejteni egy időre, pedig nagyon úgy néz ki, hogy ő is a bűnbakok közé sorolható. Holott a Legiánál jó formának örvendés, egyre inkább nemzetközi válogatott szintű labdarúgó válik belőle. Meglátjuk, nyere megbocsájtást később Storttól, remélem, hogy igen. Ugye változások azért rendesen voltak a keret összeállítást tekintve. Most mennyire vagy megelégedve egyébként ezzel a kerettel, ezzel a válogatott kerettel? Azt gondolom, egy sokkal jobb keretet rakott össze most Stort. Nyilvánvalóan meghatározta ezt az a koncepció, hogy egy időre félretesszük a fiatalítást, és most mindennél fontosabb a három pont. A cél szentesíti az eszközt, valószínűleg ez volt Stork mottója, koncepciója a keret összeállítás során. Akit hiányolok én a keretből, az talán Gyurcsó Ádám, aki szintén úgy néz ki, hogy egy bűnbak. Valóban ő is elég gyenge teljesítményen rukkolt ki Andorrában, le is kapta őt a kapitány, és hát valószínűleg ő is látjuk a közeljövőben címeres mezben, pedig számára se indult rosszul a selejtező sorozat, hiszen két gólt is lőtt, egyiket pont a mostani ellenfélnek Lettországnak. Világos, de csak Gyurcsót hiányolod? Tehát a támadók közül azért ott is jelentős változás történt. Tehát, hogy Gyurcsó az egyetlen játékos, aki hiányzik számodra? Nem, meglepő volt Németh Krisztián kihagyása. Nem értem, hogy őt miért felejtették el. Valóban nem volt csúcsformában az elmúlt fél évben, többször volt sérült, de a svéd meccs után, a tavalyi svéd meccs után valamiért egyszerűen kifelejtette, kimaradt a keretből, kimaradt Stork keretéből Németh, nem tudom, valószínűleg vagy ott követett el valamit, ami miatt Stork nem igazán látja szívesen a válogatott házatáján, vagy egyszerűen nem fér be a keretbe képességbeli problémák, vagy formabeli problémák miatt. Nikolic is hiányzik, de róla tudjuk, hogy miért, okkal maradt távol, és abszolút megértem az indokait. Ugye Nikolic azzal indokolta, hogy neki most a klubkarrierje az fontosabb, és az Egyesült Államokban nem feltétlenül repkedne haza. Na most ugye az Egyesült Államokban lévő magyar játékosok és a légiósok, ugye egyre több van belőlük, többek között Stieber Zoltán is a DC United játékosa lett, és ő neki mégis megéri hazatérni a válogatott csapatához. Nyilvánvalóan megéri. Az elmúlt egy évben Stieber gyakorlatilag a válogatottban potizott, abból élt meg, hiszen nem igazán volt az alapcsapat tagja a Kaiserslautern-ben. Nyilvánvalóan neki jobban megéri, egyrészt mert nem sokat játszott még az Egyesült Államokban, hiszen most igazolt oda, Nikolicnak pedig kifejezetten jó szériája van, annak ellenére, hogy most az utóbbi meccseken nem igazán jöttek neki a gólok. Nyilvánvalóan neki most az fontosabb, és én megértem, Stork szempontjából is meg lehetett érteni, hiszen nem kell magyarázkodnia, és így úgymond közös megegyezéssel maradt távol a Nikolic, és Stork is így ki tudta hagyni, annak ellenére, hogy a szokásos magyarázkodást meg kellett volna ejteni. Egyébként Nikolicnak ez a távolmaradása, ez szerinted a mostani két mérkőzésről szól, vagy egészen addig maradt távol, amíg Stork mester lesz a válogatott szövetségkapitánya? Remélem, hogy nem, mert nagy szükség lenne Nikolicra, azonban azt látni kell, és ebben a véleményem eléggé eltér Nikolicétól is, meg sok mindenki másétól is, hiszen jelenleg a válogatott úgynevezett rövid stílusban játszik, ami azt jelenti, hogy a támogató játékosok a labda felé mozognak, és nem a labdától elfelé. Na most Nikolic pontosan egy olyan típusú csatár, aki inkább a hosszú stílusra, indításokra való ráfutásokra, beindulásokra specializálódott, és ahányszor beállították, egyszerűen képtelen volt átállni rövid stílusra, ezért is illik mondjuk a válogatott játékába, mondjuk Szalai Ádám vagy Rizskin Tamás inkább, hiszen ők olyan típusú centerek, akik ezt képesek megvostani. Azonban mondjuk egy olyan ellenfél ellen, amelyik betömörülés, ilyen volt Andorra, vagy bárhatóan illet Lettország is, ellenük viszont egy kulcs lépés, egy kulcs momentum lenne az, hogyha átállnánk inkább a hosszú stílusra és hosszú labdákkal próbálkoznánk, ellenük pedig ki lehetne használni Nikolic gólérzékenységét. Úgyhogy remélem, hogy azért látjuk még őt címeres mezben, ha bár jogosan nem illik bele jelleg a képbe, nem illik bele jelleg a válogatott játékába.
ez egyébként minek köszönhető, hogy Stork nem magyarázza neki pontosan, hogy mit kéne cselekednie, vagy Nikolić nem azt csinálja, amit Stork mond neki? Inkább utóbbira gondolok. Egyszerűen számomra felfoghatatlan, hogy egy ilyen szintű játékos egy minimális utasítást nem tud elsállítani most már jó pár éve. Nem véletlenül maradt ki többször, és az sem véletlen, hogy azokon a meccseken, amikor vagy a Légiával, vagy a Videotonnal, vagy pedig a Chicagóval játszott, és egy erősebb csapat volt az ellenfél, mondjuk a Légia bajnoki szereplése során, akkor góltalan maradt. És pontosan ez a helyzet a magyar válogatottal is, hogy jobbára erősebb vagy hasonló képességű csapatok ellen játszik. Na most ellenük inkább a rövid stílus, ami jobban megbosható, jobban illik a képbe. És amikor Nikolićnak a rövid stílus kellett volna játszani, mondjuk a Légiában egy Real Madrid vagy a Dortmund ellen, nem véletlenül maradt az ellenfél hálója Nikolić góltalan, ugye egyszer szerzett csak a csoportkörben gólt egy sok gólos mérkőzésen. Úgyhogy azt gondolom, hogy Nikolićnak igenis taktikai hiányosságai vannak, és ezt valahogyan meg kéne változtatnia, mert képességei alapján igenis helye lenne a nemzeti 11-ben, de jelenleg be kell látni, hogy Szalai Ádám jobban megvalósítja azt, amit a kapitány kér. Világos, tehát azt mondod, hogy Nikolićnak a játék stílusa akkor jön ki, tehát akkor mutatkozik meg valóban a pályán, hogyha az a csapat, amiben játszik, az erősebb játékerőt képvisel az ellenfélnél. Igen, és ez nagyon szép példát láthattuk mondjuk a Légiánál, ahol a lengyel bajnokságban Nikolić jobbára gyengébb csapatok ellen játszott. Ellenben ugye a bajnok ligája csoportkörében ez korán sem volt így, és meg is látszott Nikolić teljesítményen. És ugye keveset is volt kezdő a BL-ben, amit szóvá is tett, és egyébként én gyanítom, hogy ez lehetett az egyik ok, hogy a Légiát ott hagyta fél távnál. Igen, de azért azt is érdemes ezt volna mondjuk megkérdeznie, vagy végig gondolnia, hogy véletlenül azért maradt ki a kezdőből, mert az edzője tudta, hogy azok a csapatok ellen az ő játék stílusa nem megfelelő. Ellenben ugye akkor a lengyel bajnokságban gyakorlatilag végig kezdő volt, és azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Mit gondolsz, Nikolić tisztában van ezzel a taktikai hiányossággal, amivel úgymond rendelkezik, vagy rendelkezhet, vagy nem tudja, nem fogja fel, és ezért gyakran vannak ilyen hasonló kirohanásai, még hogy ezt nem mindig nagyon kultúráltan teszi is meg. Az interjúiból az jön le, hogy ő nem tudja ezt elfogadni, nem ismeri fel, de azért egyszer-kétszer már láttam nyomát, hogy ezen próbál változtatni. Az EB előtt ugye inkább szélső, úgynevezett romdojter volt, ami egy szélső pozíció. Tehát próbál rajta változtatni szerintem, próbál beilleszkedni a képbe, de ez nem elég. Látható, hogy például a többi csatár, akár gondolhatok itt mondjuk Priskire, Bödére vagy Szalaira, vagy akár Németre, ők ezt megtették. Most hát sokatszor említett Priskin nevét, aki szintén ott van a válogatott keretben, de azt láthatjuk, hogy a Ferencvárosnál folyamatosan csak szenved, és amikor játszik sem, láthatóan tud beilleszkedni a Fradiba. Itt is valami olyan probléma lehet, mint a Nikolić és magyar válogatott közötti, mondjuk úgy, hogy taktikai összhang hiánya? Nem gondolnám. Priskin egyszerűen borzasztóan formán kívül futballozik a Ferencvárosban, és mindent elmond egyébként a Ferencváros támadóinak jelenlegi formájáról, hogy még így is, ő az első számú csatár Böde Dániel előtt. Úgyhogy hát a Fradi támadói nem igazán bomba formában érkeztek meg a válogatott edzőtáborába. A mai este mérkőzésére még nem hivatalosak az összeállítások, te azonban készítettél magadnak egy írást, hogy te milyen kezdőcsapatot vársz ugye a Magyar Foci blog oldaladon. Ezt mondjuk már el a hallgatóknak, hogy egyrészt, hogy milyen felállást, a stílusról már beszéltünk, a Stork fél stílus az maradni fog, de milyen felállást és milyen összeállítást vázoltál fel itt az olvasóidnak. Az eddigi meccseken is többnyire ragaszkodtunk a 4-2-3-1-es felálláshoz. Valószínűleg ez most sem fog változni. A kapuban minden bizonnyal Gulácsi Péter fog kezdeni, én is őt raknám be. Jelenleg nagyon magas szinten véd, gyakorlatilag a legmagasabb jegyzett légiósunk. A bajnok ligája csoportkörében és a Bundesligában is első számú kapus lehet majd a Lipcsében.
Az én kezdőcsapatom védelme egy helyen tér el az MT által jósolthoz. A jobb hátvéd pozíciójában ők Bese Barnabást látják, én viszont inkább Fiolatiára szavaznék. Engem Bese nem igazán győzött meg az előző válogatott meccseken, holott megkapta a bizalmat, amit Fiola sérült volt. Fiola viszont egyre jobb formát mutat, úgy néz ki, hogy a sérülés hulláma már a múlté, és az utolsó videóton Európa Liga selejtező kivételével pedig igen biztató a formája. A középhátvédek valószínűleg Guzmis Jár és Kádár Tamás lesznek, itt nem nagyon várok meglepetést. Kádár Tamás stabil kezdő a Dinamo Kievben, ami egy top csapat Ukrajnában, Guzmis Rihárd pedig egyértelműen a védelem oszlopa, és Stork is jelezte, hogy rá számítani fog. A balhátvéd pedig így Korhut Mihály lehet, aki szintén jó formán a körben, de Hapoel Beersava egyik kulcsembere, így, hogy Kádár, aki gyakran balhátvédet játszik a nemzeti csapatban, behúzódik középre, Korhutnak lesz hely a bal oldalon. A védekező középpályások Nagy Ádám és Erek Ákos lehetnek, ugye Nagy Ádám majd valószínűleg szervezni fog, átveszi Gera helyét, hiszen Gera nem játszhat sérülés miatt, holott nagy szükség lenne a játékára. Erek Ákos pedig amolyan romboló, védekező középpályás, labdaszerző középpályás lehet. Egyébként Eleknek ennek erre a szerepére valóban szükség lehet a Lettek elleni mérkőzésen, ahol valószínűleg nálunk lesz többet a labda, és inkább egy betömörülő Lett csapatra kell felkészülni. Az eddigi meccseken is egy védekező középpályáson mindenképpen játszottunk. Azt gondolom, hogy hiba lenne egy embert nem a védelem előtt hagyni, már csak azért is, mert a válogatott labda kihozatala főleg arra épül, hogy a két szélső hátvéd feljebb lép, a két belső védő kinyit oldalra, és a védekező középpályás pedig közéjük húzódik. Ilyen esetben ezek lehetne, így megkönnyíti a labda kihozatalt, úgyhogy ezért is kulcsfontosságú egy védekező típusú játékos védelme előtt való játszatása. Jó, és nézzük a támadó négyesedet. Igen, a két szélső, Zsuzsák Balázs és Varga Roland lesz valószínűleg, én se döntenék másképpen. Zsuzsák Balázs nyilvánvalóan csapatkapitányként kihagyhatatlan, az egyik legjobb magyar játékos jelenleg, még mindig, és csak őt tudtam gyakorlatilag sajnálni az andorrai vereség után, mindent vele adott, és ez így volt mindig is, tehát egyértelműen helye van a 11-ben. A másik félső pedig a bomba formában lévő Varga Roland lett szerintem is, és az MTI szerint is, hiszen Varga holt versenyben vezeti a góllövő listát Davide Lanzafáméval szélsőként, ami nem kis szó. A Ferencváros jelenlegi húzó embere, és hogyha ő megkapja a bizalmat, akkor élni is fog vele, ebben biztos vagyok. Talán ez lenne a legnagyobb meglepetés, hogyha nem ő kezdene egyébként azon az oldalon. Igen, valószínűleg, hiszen ott van még ugye Lovrencsics Gergő, de mivel hogy a klubcsapatban is Varga van előrébb a sorban, és jobbára Lovrencsicsnek jobb hátvédet kell játszania, hol sose volt ez az eredeti pozíciója, így gyakorlatilag meg is kaptuk az erős sorrendet Varga és Lovrencsics között, hogyha Lovrencsics a klubcsapatban nem fér oda Varga elé, akkor a válogatottban miért férne? Én világos. És a támadónak pedig Szalai Ádámot jelölted meg. Igen, még ugye a támadó középpályás valószínűleg Stieber Zoltán lesz, Lenhezer Rászló sérülése után. Őről már ugye beszéltünk, hogy Amerikából kell hazatérnie. És hát a középcsatár pedig minden bizonnyal Szalai Ádám lesz. Nagyon jó választásnak tartom ilyen helyzetben. Egyrészt, mert három másik csatárunk nem örvend kifejezetten jó formának, Bödéről és Vistiről már szólt értettem, ellenben Eppelre gondoltam az egyik olyan ember, aki az andorrai kudarc után véhetően kimarad, elfelejti, stb. Nem így lett, pedig hát ez a produkciója az oroszok elleni barátságosan és az andorrai szégyenen gyakorlatilag beárasztta a gólkirály címét, semmit nem mutatott, legalábbis véleményem szerint. Ellenben úgy néz ki, hogy Stork megbocsátott neki, és újra a keretben van. Ezzel együtt is úgy gondolom, hogy Szalai Ádám a már korábban említett okok miatt is, de jelenlegi helyzetéből adódóan is mindenképpen a legjobb választása az ég pozíciójába. Igazából egy valamit felejtettél el, vagy nem tudom, hogy szándékosan felejtetted el. Ugye Storknak szoktak lenni úgymond nagy húzásai, és egyébként szerepelnek új emberek is a kereten belül, vannak nagy visszatérők is, tehát hogy nem számolsz akkor azzal, hogy akkor ők rögtön a kezdőcsapatban kapnak majd szerepet.
Korábban már beszéltünk róla, hogy ez a meccs mindenképpen kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy kötelező a három pont. Bármilyen játékkal, bármilyen eszközökkel, de itt nyerni kell. Ha 1-0, akkor 1-0, ha 5-0, akkor 5-0. És ebbe a koncepcióba számomra azt fér bele, hogy azok a emberek játszanak, akik jelenleg a legjobb formában vannak és legjobban ne tudják valósítani a válogatottban a taktikai elképzeléseket, és ezért gondolom én, hogy most nem lesz újon, nem lesz meglepetés ember, esetleg csereként, de erre se tennék nagy összeget. Rendben van, akkor a válogatott elemzése után most kicsit elmegyünk zenélni, majd jönnek a reklámok és a hírek, de a második órában folytatjuk tovább Kovács Gergővel. Vissza is tértem továbbra, és a gólterápiát hallgatjátok FM 92.4 Maxi Rádióban. Én Bíró Dávid vagyok, a gólterapeuta, és a ma esti vendégem Kovács Gergő, a Magyar Fociblog szerzője. Nos, Gergő, beszéltünk sokat a Lettország elleni mérkőzésről, de ugye vasárnap következik az igazán nagy falat, Portugália elleni meccs. Bár hazai pályán játszunk, számíthatunk itt egyáltalán pontszerzésre? Szörnyű kimondani, de gyakorlatilag írásba adnám a vereséget. A portugál csapatnak létkérdés, hogy kijusson, és mégpedig első helyen, hiszen a második helyezett akár pótselejtezőről is lemaradhat, de mindenképpen csak pótselejtezővel juthat ki a világbajnokságra, és jelenleg Svájc az első a csoportban, úgyhogy a portugál válogatottnak ilyen ellenfelek ellen, mint a mi nemzeti csapatunk, nem szabad pontot hulajtani, és ahogyan Lisszabonban is úgy mentünk egyebre, hogy bármi megtörténhet, most ebből tanulnunk kell, és a realitás az, hogy mi vereséget szenvedünk, minden más egyéb, egy pontszerzés, vagy egy sokgólos meccs, de szűk vereség, pedig csak plusz. Hát akkor ez már a meglepetés számba menne mindenképpen. Mindenképpen, sajnos. Az az igazság, hogy ahhoz, hogy a magyar válogatott még tovább is esélye legyen a kijutásra, ahhoz nem csak az kéne, hogy megverjük a letteket és a portugálokat, hanem az is, hogy Portugália semmiképpen se nyerjen a Feröer-szigetek ellen ma este. Őszintén beszéljünk itt a esélyekről, ez nagyon konvergál a nullához. Természetesen gyakorlatilag biztos, hogy a portugálok megverik a szigetországiakat, nem is érdemes mással kalkulálni. Világos. Egyébként a két csapat között óriási értékbeli különbség van. Ilyenkor lehet azért arra számítani, hogy hát, hogyha lenéznek minket, hát, hogyha nem veszik olyan komolyan ezt a meccset, hiszen Portugáliában nagyon-nagyon simán elverték a mi csapatunkat. Pont ezek a hangok voltak a portugál meccs előtt is, még márciusban, hogy hát, ha lenéznek minket, hát, ha tudunk meglepetést okozni, vagy hasonló gondolatok hangoztak el még a meccs előtt, bizakodtunk, de látható volt, hogy a lusitánok egyáltalán nem vették félváróra a meccset, és mindent beleadtak, maximálisan felkészültek a magyar válogatottból, nem könnyen üsködtek, nem lazázták el, és másra nem is nagyon számíthatunk tőlük Budapesten sem. Szerintem egyáltalán nem fognak minket lenézni. Tanultak az EB-s 3-3-ból, de bárki más példájából, más csapat példájából, mint például mondjuk a Bordeaux-Videoton elleni játékából is. Majd erre is mindjárt kitérünk az Európa Liga selejtezőkre, de még egy kicsit a válogatottról. Ugye mi a harmadik kalapból kerültünk ebbe a csoportba, és mondjuk úgy, hogy a reális cél az a harmadik hely megszerzése. Csalódást jelentene, hogyha csak a harmadik helyen végezne a csapat? Nem, főleg az előző eredmények tükrében nem. Amikor kisorsolták a csoportot, akkor is a realitás a harmadik hely volt. Bravú lett volna minden más jobb helyezés. Így viszont, hogy Feröeren pontot hulajtottunk, illetve Svájc és Portugália ellen az eddigi két meccsen egy pontos esélyt összeszedni, valamint a legfájóbb vereséget Andorrában elszenvedtük, így gyakorlatilag a harmadik hely megtartása most a feladat. Nem is érdemes másba gondolkozni, már csak azért sem, mert a következő EB-re egy új selejtező sorozaton keresztül is ki lehet majd jutni, ez a Nemzetek Ligája, ahol divíziókat készítenek majd a válogatottakból, és nagyon jó lenne elkerülni azt, hogy egy gyengébb kalapból, gyengébb divízióba tegyenek minket, gyengébb kalapból sorsoljanak minket. Ez nyilván igaz majd a selejtező sorozatokra is. Jelenleg a ranglistás helyezésünk arra mutat rá, hogy sajnos úgy néz ki, visszacsúsztunk a negyedik kalapos helyekre.
Igen, igen, és jó lenne legalább a harmadik helyet visszaszerezni, ehhez azonban nagyon-nagyon jól kell szerepelni a válogatottnak, mint ugye selejtező mérkőzéseken, és még a következő barátságos mérkőzéseken, amikre azért lehet számítani. Ilyenkor egyébként a szövetség gondolkozik ezeken a kalapokon szerinted? Tehát lehet, hogy úgy választ majd magának ellenfelet a barátságos mérkőzésekre, hogy azokat sikerüljön győzelemmel megvívni? Az Egervár érában erre nagyon jó példákat láthattunk, ott alapvetően az volt a koncepció, hogy egy gyengébb válogatott ellen aratott győzelemmel, győzelmekkel tornáztuk magunkat feljebb, és ugye ennek volt az eredménye, hogy a 2016-os EB-i selejtező sorozatra minket a második alapból húztak, ami aztán hát később kihúzás is eredményezett, igaz csak pótselejtezővel. De ezt elég gyorsan le lehet rombolni, úgyhogy azt gondolom a szövetség egy idő után le fog azzal állni, hogy minél erősebb válogatottakat hívjanak meg, holott valóban felkészülni az igazi kemény tét meccsekre, ilyen erősségű csapatok ellen lehet. Világos, ahogy Andrus József is mondta ebben a műsorban, edzésen a hiba a barátunk. Na de akkor beszéljünk a videótonról, és úgy alapvetően egyébként az európai selejtezőkről, ahogy szerepeltek a magyar csapataink. Mit gondolsz ez, hogy a videóton eljutott a playoff selejtezőig, tehát szinte a kapuban állt, és igazából ott esett ki. Ez reális cél volt egyáltalán, csak az eljutás idáig, és mondjuk az ott elszenvedett 4-0-as vereség, az valóban csalódást okozhat, mert azért egy komoly letargiát láttam nem egy, nem kettő szurkolónak a szemében. A 4-0-as vereség valóban nagyon kemény és nagyon durva, hiszen azért ez nem volt benne, habár tudtuk, hogy a Partizán az egy erősebb csapat, mint a mi videótonunk. Viszont a nyár elején azt sem gondoltam volna, hogy magyar csapat majd az utolsó pillanatig megőrzi annak esélyét, hogy egy főtáblára feljusson, és ez megtörtént. Ráadásul az előző körben a Bordeaux kiejtése egy gyakorlatilag fejtetetlen élmény marad. De azt gondolom, hogy ez a realitás, és a 4-0-as vereség nagyon fájó, és ennek nem kellett volna bekövetkeznie, de a videóton egész teljesítményéért jár a taps nekik. Akkor azt mondod, hogy igazából nem cél, tehát ez a játékos keret, ez a költségvetés, amivel a videóton és mondjuk a Ferencváros is rendelkezik, ez nem predesztinálja ezeket a klubokat arra, hogy elérjék akár a Bajnokok Ligája, de sokkal inkább az Európa Liga csoportkört. A költségvetés szerintem nem akadály, a videótonnak bizonyosan nagyobb költségvetése van, mint a Partizánnak, de azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar csapatok egyszerűen ezt a szintet valamiért nem képesek megugorni, és vagy azért, mert szakmai hiányosságok vannak, ez inkább a Ferencvárosi jellemző, úgy gondolom, hogy ott azért egy nagyon erős játékos keret van, lehet, hogy akár erősebb is, mint a videóton, de biztos, hogy nem gyengébb, tehát ebből a szempontból probléma nem lehet, ott sokkal inkább szakmai problémákat látok, vélek felfedezni az edző személyek körül. A videóton pedig egy új edzővel vágott neki ennek a selejtező sorozatnak, lehet, hogy még nem tudta teljesen megbocsani azokat az elképzeléseket Márko Nikolic, amiket eltervezett, és esetleg jövőre, akár mondjuk a Bajnokok Ligájából, hiásve videóton majd be fog jutni. Lehet, hogy ott is majd inkább a szakmai dolgokon múlik ez az egész, de abban nem látom a problémát, hogy esetleg valamelyik csapat költségvetése kicsi lenne, vagy játékos kerete gyenge lenne. Azt mondtad, a Ferencvárosnál szakmai gondok vannak. Ezeket a klubházban kell keresni, vagy egy kispad környékén? A kispad környékén egyértelműen. A Ferencváros gyakorlatilag egy éve, de inkább másfél éve nem talál magára. Romlik a teljesítménye folyamatosan. Thomas Doll szerintem elvetette a tekintélyét a csapat előtt, nem képes megújulni, és szemléltatólag nincs stílusa a csapatnak, és motivált a játékosok vannak. Természetesen vannak gyenge játékos teljesítmények is, de jelen helyzetben azért már igencsak hírik az edzőleváltása. Összességében egyébként hogyan kell értékelni a magyar klubcsapatok szereplését az európai porondon? Ez egy elfogadható, egy jó vagy egy rossz eredmény? A videóton szereplése több, mint elfogadható. A Ferencváros azért ennél többre lett volna képes. Főleg azért kár, mert 45 percig lefotizták a Michelandot, de az nem mentség, hogy egy piros lap miatt így összezuhanjanak, főleg úgy, hogy 3 félidő még hátra volt a párharcból. A Vasas és a Honvéd már kicsit külön kategóriát képvisel, azért tőlük ez a szereplés, nem mondom azt, hogy a legjobb, de azért ennél sokkal többre nem lettek volna ők se képesek.
de azért azt továbbra is tartom, hogy a Beitel Jeruzsálem és a Hapoel Beersheva nem veretetlen ellenfél kategóriájába tartozik. Nyilván a Honvédnak azért nehezebb dolga lett volna a további körökben, és a Hapoel Beersheva az egy nagyon erős csapat, majdnem a főtávára is feljutottak. Viszont a Vasas szereplése érzetetlen lett számomra, főleg az idegenbeli 4-3-as vereség, ahol szintén előkerültek azok a bizonyos bundavádak, amik engem nagyon rosszul érintettek, hiszen azt gondolom, hogy ezt a sportágat, ha valami megfoghatja, az a bunda. Az adás alatt már másodszor említed a bundát és a magyar focit egy mondatban. Mit gondolsz, tehát, hogy ha őszintén belenéznél a szívedbe, akkor azt mondanád, hogy létezik bunda, vagy ezeket a vádokat azért hozott fel általában, mert inkább erre fogod, mint hogy a magyar játékosok akár fizikális, akár mentális, akár tudásbeli képességeire. Ez is ott van, amit mondasz, de igen, létezik bunda a magyar futballban. Azért ezt nagyon fájó hallani és hallgatni, majd jövünk vissza a zene után egy kicsit kellemesebb témákkal, beszélünk még az NB1-ről. Továbbra is a Gólterápia szól az FM 92.0 Maxi Rádióból. Ma esti vendégem Kovács Gergő, a Magyar Foci Blog szerzője és szerkesztője. Na beszéljünk akkor az NB1-ről és az ott kialakult erőviszonyokról. Visszajutott az első ligába ugye a Puskás Akadémia, és rögtön egy hatalmas bevásárlással kezdte a szezont. Ideig, óráig ugye utolsó pozícióban is volt, most az utolsó két meccs úgy néz ki, hogy magára talált az együttes. Mit gondolsz, ez is egyébként Pintér Attilát igazolja? Valamelyest igen. Pintér Attila, azért ne felejtsük el, hogy annak ennél, hogy a válogatottnál rendesen megbukott kétszeres magyar bajnok edző. Azt várhattuk, hogy ilyen játékos keretből Pintér többet tud kihozni, és egy idő után föl fog menni a Puskás, jobb lesz, és nem az utolsó helyen fog tanyázni. Azonban maga az egész jelenség nem szimpatikus számomra. Én továbbra is tartom, hogy jelen formájában a Puskás Akadémiának semmi értelme. Tehát az, hogy kiöregedett légiósok itt játszanak, és többnyire közpénzekből legyenek ők fizetve, annak semmi értelme. És így vagy az akadémia szót vegyék el a nevükből, bár elég furcsa lenne Puskás néven indulni, vagy pedig akkor változtassanak a filozófiájukon, és inkább játszassanak fiatalokat, az akadémiára kikerülő fiatalokat, mert az igenis szolgálná a magyar labdarúgás érdekeit. Itt elsősorban a település mérete miatt mondod, vagy a csapatnak a klub múltja miatt mondod ezt, hogy nem igazán reális ez a dolog, hogy egy ilyen kis faluban gyakorlatilag ilyen komoly játékerőt képviselő játékosok vannak? Valóban ott van a falu mérete, hiszen 500 kötőjel 1000 ember szórakoztatására nem muszáj légiósokat, tucat légiósokat igazolni, de sokkal inkább azt mondatja velem, hogy ha már ennyi pénzt beleöltek ebbe az akadémiába, és nagyon-nagyon támogatják, akkor inkább használják ki az akadémia funkcióját, és mutatkozzanak be az első osztályban tehetséges akadémián végzett fiatalok, mint az, hogy horvát és egyéb idegen légiósok nagyon-nagyon magas fizetésekért itt játszanak, és nyújtsanak egy átlagos teljesítményt, amire lehet, hogy az akadémista is képes lenne. Tehát azt mondod, hogyha mondjuk a Puskás Akadémia 11 akadémistámmal vezetné a magyar NB1-et, akkor egy szabad nem lenne. Így van. Világos. Tehát akkor igazából itt a magával a játékos igazolás menetével van a probléma szerinted? Igen, meg az egész filozófiájukkal, hogy akadémiának tüntetik fel magukat, nem kevés pénzt felemésztenek a működésük, költségvetésük, és ezzel párhuzamosan nem valósítják meg azt, amit egy akadémiának meg kell valósítania. Világos. Hogy látod egyébként az erős sorrendeket most az NB1-ben? Tehát beszéltél arról, hogy nagyon erős kerete van a Videótonnak, és hogy közel azonos a Ferencvárosi is. Hogyan látod a többi csapatot? Ugye az látszik a táblázaton, hogy a Honvéd a tavalyi bajnoki címe mellett most is egyébként pontversenyben egálban áll a Videótonnal, és hiába egy mérkőzésre kevesebbet játszott a Vidi, 14-14 ponttal egymás mellett az első két helyen. A Videóton egyértelműen kiemelkedik ebből a mezőnyből, mind játékos keret, mind játék tudás szempontjából. A Ferencvárosnak szintén nincsen gyenge kerete, legalábbis, mint már említettem, nem gyengébb, mint a székesfehérváriaké, és az erős sorrendben is mögéjük tenném őket.
abban biztosak lehetünk, hogy azért nem itt fogják befejezni a bajnokságot, fognak ők még előrébb is lépkedni, de hogy bajnok lesznek-e, arra nem merjük nagy összegbe fogadni. És utánuk az erős sorrendben talán a Diósgyőrt raknám. Én nekem van egy olyan megérzésem, hogy idén a Diósgyőr lesz talán az egyik meglepetés, vagy nem is annyira meglepetés csapat, hiszen már az előző évben láthattuk, hogy Boldog Tamás nagyon jó szakmai munkát végezott Miskolcon, és ennek hát láthattuk az eredményét előző évben is, hiszen bent tartotta őket, és idén is fogjuk szerintem. A Diósgyőrt mindenképpen az első négybe várom. Tehát ott magyarul a csapat nem változott komolyan, inkább a szakvezetés az, ami mondjuk a tavalyi év második felében ugye színre lépett, és látható eredményeket produkáltak. Így is van. Látható, hogy a Diósgyőr csapata úgy önmagában a keret az NB1 középmezőnyében van mondjuk. De Boldog Tamás hozzátette azt a pluszt, amivel ebből a csapatból egy dobogó esélyest csinált egy kieső jelölt helyett. És azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb dolog, ami a magyar klubfutballban történt mondjuk az elmúlt egy évben, Boldog Tamás lelépése, hiszen az ő általa megvalósított játékstílus, amit most a Diósgyőr játszik, az egy nagyon modern felfogás. Egy kicsit nekem a Ralf Rangnick féle Lipcsére hajaz, nyilvánvalóan a játékos keret minőségéből adóan nem tudják ugyanazt hozni, amit mondjuk Gulácsiék Németországban, de nagyon hasonló a filozófiájuk. Nem véletlen, ugye Boldog Tamás Ralf Rangnicktól is tanulta a szakmát pár évig. Világos, mi a helyzet a Honvéddal? Ott sem történt komoly változás, volt azért távozó, de nagyjából a keret egyben maradt. Igen, az új holland edző valamennyire próbálja a saját képére formálni a csapatot, de megtartja azokat a pozitívumokat, amiket Rossi úgymond itt hagyott. És hogyha nem is számolhatunk bajnok esélyesként velük, mert azért mi nagyobb csoda kellene ahhoz, hogy a Honvéd újra bajnok legyen, mint hogy akkora csoda történt, amikor bajnok lett. De vigyázni kell velük, az első ötben, első hatban, tehát a tabella első felében azért ott lesznek, és akár még el is csipetek egy nemzetközi induló helyet, mondjuk a Magyar Kupa, vagy a dobogós helyek révén, esetleg, hogyha ugye úgy alakul, akkor a negyedik helyen. Mi a helyzet az új címeres Újpesttel? Újra igazolhattak, és éltek is rendesen ezzel a lehetőséggel. Igen, és talán ez okozza egy kicsit a beragadásukat a Rajtnál. Én azt gondolom, hogy az Újpest játékos kerete jelenleg elég stabil és elég magas szintű. Ennél azért előrébb kéne tartaniuk. Talán ott is egy kicsit a szakmai munkát lehetne kritizálni. Nem igazán sikerült még beépíteni az új játékosokat. Nagyon nagy a rotáció szerintem. És egyelőre most úgy néz ki, hogy az Újpestnek megint be kell érni a középmezőnnyel. Nyilván ennél azért többre vágynak a lila-fehérek drukkerei, és a jelenlegi keret azért képes lenne ennél többre is, de úgy néz ki, hogy ebből most nincsen több. Vigyenvics mesternek a játékát, játék stílusát egyébként sokan dicsérik ellenfélként, akkor azt mondod, hogy itt pusztán arról van szó, hogy idő kell, vagy szintén a kispad környékén keressük a problémát? Esetleg a klubházban? Hát, idő mindenképpen kell. A klubházban nem mondanám azt, hogy most kéne keresni a problémát, a címer dologba igazából most nem mennék bele, inkább fókuszáljunk az edzőre. Vigyenvics véleményem szerint az NB1 legjobb edzői között van. De neki is egy kicsi megújulás, egy kicsi innovatív dolog jól jönne, amit a csapatához hozzá tud adni. Szerintem nem, a belefásulás az rossz szó, mert nem fáradtság, hanem az, hogy egy nagyon hosszú ideje van már a csapatnál, egyfajta megújulás kéne, és szerintem ez most azt se segítette, hogy gyakorlatilag a keret kicserélődött. Talán majd valamikor indulnak felfelé, de most ez a kettő tényezői együtt nem igazán mutatja azt, hogy az Újpestnek a dobogós helyekért kell majd küzdeni azt mondjuk tavasszal. És mi a helyzet a Vasassal? Ugye tavaly kupadöntőt játszottak, és a dobogón is végeztek. Mindenképpen mondhatjuk, hogy ez egy meglepetés eredmény volt. Most is ott vannak jelenleg a negyedik helyen 10 ponttal, de elég hektikus a játékuk. Mi nagyon meglepetés lenne nekem legalábbis, hogyha a Vasas meg tudna ismételni a tavalyi szereplését, mint a Honvéd. Szerintem egyértelműen rosszabbul kezdtek, mint tavaly, hiszen tavaly vezették a tabellát a szezon kezdetkor. De az Európa Liga selejtezőn és a
NB1 első meccsein láthattuk, hogy ez a Vasas ez nem ugyanaz, mint a tavalyi. Sokkal inkább egy kifutott eredmény volt az, mint a Honvédé, hiszen a Honvédnál nagyon szisztematikus munka és egy nagyon magas szintű területvédekezés vezetett a sikerükhöz. A Vasasnál ugye volt egy innováció, egy háromvédős rendszer, magyar szinten innováció, vagy a magyar bajnokságban, ami egy ideig óráig repítette őket, és a több jegyző által kicsit ismeretlen volt, nem nagyon találták a ellenszert, de aztán tavaszra láthattuk, hogy ez a Vasas játékos keretileg sem igazán alkalmas arra, hogy top csapat legyen, meg aztán játék tudásban sem. Úgyhogy szerintem idén ők inkább a tabellának a közép mezőnyében lesznek. Kiesési gondjaik nem lesznek, abban biztos vagyok, de nagyon nagy bravúr lenne tőlük, hogyha ismét az Európa Ligában indulhatnának, esetleg a Bajnokok Ligájában, de hát ez gyakorlatilag nulla az esélye. És mi a helyzet a Debrecen csapatával, ahol kongatták már a szurkolók a vészharangot, ugye kieső helyen szerepelt sokáig a csapat, aztán ugye váratlanul megverték gyakorlatilag ilyen nagy gólkülönbséggel a Vasast, ugye 4-1-re, aztán a Honvédot is sikerült 3-1-re idegenben legyőzni. Ez mit jelent, hogy összeállt a csapat úgy, hogy Holman távozásával talán rendben az öltöző? Ez is benne lehet. Számomra a Herceg András szintén az egyik legjobb edző, ma legjobb magyar edző. Igenis bizonyított már, elég csak arra gondolni, hogy mind a BL, mind az EL csoportkörben szerepelt már a hajdúságiakkal, és az várható volt, hogy előbb-utóbb ötel kezd a csapatot. Sokkal inkább azt látom a Debrecen nagyobb problémájának, hogy iszletosan gyenge keretük van, azt be kell látniuk, és szerintem be is látták, hogy a jelenlegi Debrecen Akadémiáról kikerülő fiatalokkal nem igaz lehet pótolni azokat a meghatározó játékosokat, akik korábban voltak. Mondjuk a BL szereplésnek ott volt egy Cvitkovics, egy Rudolf, egy Koulibaly, egy Kis Zoltán, vagy mondjuk Leandro, vagy később ugye Kabát is ott játszott náluk, esetleg ugye Szakály, aki szintén távozott. Ezek a játékosok magyar szinten nagyon meghatározóak voltak. A mostani fiatalok biztosan nagyon tehetségesek, és biztosan szép jövő előtt állnak, de jelenleg nem alkalmas az a keret ahhoz, hogy a Debrecen a bajnoki címért és a dobogóért küzdjön. Herceg András viszont valószínűleg össze fogja kapni ezt a brigádot, és már ennek látszik a nyoma. Ilyen játékos keretből ő se tud többet kihozni. A tavalyi szezonban az utolsó előtti fordulóig gyakorlatilag 5 csapat volt az, aki a kiesés ellen küzdött, illetve akkor már tudtuk, hogy a Gyirmót ki fog esni, de mégiscsak 4 csapat küzdött. Most is hasonlóra lehet számítani? Tehát több csapatnak azért rettegnie kell az NB2-től? Én inkább leszűkítenem 2-re. Szerintem a Balmazújváros és a Mezőkövesd lók ki eléggé lefelé ebből a mezőnyből. Esetleg a Haladásnak és a Paksnak lehetnek gondjai, bár a Paksra mindig azt gondoljuk, hogy ők egyik kieső jelölt, aztán hirtelen az 5. helyen végeznek. A Haladásnál pedig az edzőváltás szerintem meghozza a kívánt eredményt, és elindulnak felfelé a tabellán. Úgyhogy én Balmazújváros Mezőköves kiesést várok, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Ha már a Haladásra kitértünk, ott ugye 2 érdekes dolog is van. Egyik ugye Király Gábornak a helyzete, aki nyilvánvalóan Szombathelyen egy klubikonnak számít, de szerintem minden magyar szívében úgy szerepel, mint egy fantasztikus kapus. Mostanában mégis belefut, hát mondjuk, hogy igen nagy lepkékbe, hibába és katasztrofális dolgokat csinál, olykor-olykor a mérkőzéseken. Itt az ideje a cipőnek a szögreakasztására? Úgy gondolom, igen. Ahogy a válogatottnál beláttam, hogy nem ővi a jövő és átadta a stafétabotot a fiataloknak, úgy ezt a feladásra is meg kell tennie. Király Gábortól őszintén szóval kicsit önzősének gondolom azt, hogy annak ennére, hogy láthatóan hibát-hibára halmoz és reflexei tompultak, nem tud akkorát betűrni, vagy olyan gyorsan reagálni a dolgokra, mint azt korábban tette, és ennek ellenére ott van mondjuk egy szintén nem, magyar szintén nem rossz kapus, Rózsa Dániel mögötte a padon, és nem adját helyet, ezt én nem tudom hova tenni. Valószínűleg azért nem sokáig fogja már védeni a Szombathelyiek kapuját, de minél előbb ki kéne vagy nevelni egy új kapust, vagy pedig akkor a meglévő kész játékosok közül valakit kiáll helyére állítani, mert azt be kell látni Haladásnál is, hogy Király Gábor igencsak elfáradt. Igen, ugye azt mondta, hogy az új stadionban mindenképpen szeretne még védeni. De akkor beszéljünk itt arról az ellentétről, ami talán igazából a háttérinformációkat is hallva, meg kicsit benézve az öltözőbe, ez ugye a Mészöly-Halmosi ellentét, ami azt eredményezte, hogy nem egy játékos, ami vezetőedző távozik a csapattól.
A több helyről hallottam, hogy Halmosi Péter egy igen nehezen kezelhető figura, játékos, elég karakán véleménnyel, és nem a legkedvesebb stílussal. Ő egy ilyen egyéniség, és ezt nem igazán tudta kezelni Mészői Géza, holott azért Halmosi, annak ellenére, hogy szintén idősebb játékos, bár nem annyira, mint Király, azért a haladásban egy meghatározó játékosnak számított. Ez a konfliktus mindenképpen egy utolsó csepp volt a pohárban szerintem, és gyakorlatilag el is vágta Mészői Gézát. Úgyhogy ez az egyik legfőbb ok, hát meg a másik a szereplésük. Mészői Géza nem lett rá büszke, és ez az ő keze alatt nem is igazán változott volna az érzésem. Mit gondolsz egyébként, a tavalyi szezon igazolta azt, hogy 12 csapatos bajnokság, ha nem is feltétlenül igazságos, de mindenképpen izgalmas. Akár a táblázat elejét, akár a végét nézzük. Bevált ez a rendszer? Hogyan látod? Abban a szempontból bevált, hogy gazdaságilag stabil klubok vannak. Nincsenek olyan csapatok, akik szezon közben megszűnnek, a szereplést lemondják, nem állnak ki a meccsekre, becsődölnek. Ebből a szempontból érte a célját. Abból a szempontból is érte a célját, hogy gyakorlatilag bárki bárkit megverhet. Nincsenek kieső jelöltek, úgymond csak egy bizonyos szintig, és a bajnok csapatok közül is, gyakorlatilag bajnok esélyes csapatok közül is többet meg tudnak nevezni. Ebből a szempontból érte a célját. Abból a szempontból viszont kevésbé, hogy nemzetközileg nem lettünk versenyképesebbek. Valamiért a csapatok szintén annak ellenére, hogy egész évben tétmeccseket játszottak, és most nem volt olyan, hogy az előző évben például, hogy valaki már márciusban bajnok lett. Valamiért ez a nemzetközi szinten nem jött ki, hogy gyakorlatilag mind a 33 meccsen egy hétre menő meccset játszottak a gárdák. Ez valamiért nem érte a célját a 33 csapatos bajnokság ebben a szempontból, de inkább több a pozitívum, mint negatívum ezzel kapcsolatban, én úgy látom. Úgyhogy egy ideig nem is változtatnék ezen a rendszeren, majd meglátjuk, hogy az a jövő, esetleg, hogyha az MB2-ben lesznek olyan klubok, akik gazdaságilag stabilak lesznek, játékszínvonalban jobbak, akkor el lehet gondolkozni létszám bővítésen, addig viszont fölösleges. A magyar válogatottról beszéltünk, hogy erősödés szempontjából, de mi a helyzet az NB1-jel kapcsolatban? Ugye azt tapasztaljuk, hogy válogatott játékosok igazolnak a ligába, nem csak magyar válogatott játékosok, és viszonylag kevés az eligazolás a külföldi ligákba, vagy ligákba. Ez azt predesztinálja, hogy erősödik a magyar foci, ugyanakkor, meg hogyha szétnézünk az Európa Liga és Bajnokok Liga selejtező körökben, akkor látjuk, hogy nem feltétlenül jelenti ezt. Mégis merre tart most az NB1? Stagnál, én azt mondanám. Ezt nagyon jól példázza a szintén stagnáló nézőszámok. A meccsek ugyan izgalmasabbak, hiszen valamikor egy-egy gól dönt, de továbbra sincsenek olyan játékos egyéniségek, akiket érdemes kijárni, akiket lehet szeretni. Továbbra sem látom azt a szintű magas játékot, amit mondjuk egy tőlünk csak kicsit nyugatabbra lévő országban, mondjuk Ausztriában lehet látni, ahol azért szintén vannak rendszeresen nemzetközi kupába szereplő klubok. Úgyhogy ezt talán problémaként mondanám, és a nézőszámok pedig szintén az egyik legnagyobb probléma ma a magyar labdarúgásban. Ha klubszinten nézzük, akkor talán a legégetőbb probléma. Nyilván van azon kívül, hogy egyszer most már jó lenne egy csapatot mondjuk az EL csoportkörben látni. Erre ugye 5 éve nem volt példa. Hát reméljük, hogy ez minél előbb bekövetkezik. Kovács Gergőnek nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt, és Gergő írásait pedig tudjátok olvasni a magyarfociblog.blogstar.hu oldalon, este pedig 20:45-től lehet szurkolni a magyar válogatottnak, illetve jövő héten újra Gólterápia 18-tól 20-ig itt a Maxi Rádióban. Én még egyszer köszönöm a kedves hallgatóknak, és Gergő, neked is a részvételt. Köszönöm a meghívást, és hajrá magyarok! Hajrá magyarok, további szép estét mindenkinek, sziasztok! Nyomj egy lájkot, és iratkozz fel!